Yeah.
Köszönjük, Uram, a te csodálatos jelenlétedet, Jézus.
Köszönjük, Uram, hogy Te olyan fantasztikus vagy, Uram. Te tönkretetted a sátának a munkáját, Uram. De azért jöttél, hogy Te roncsad, Uram, a gonosznak a munkáját. És ezt sikeresen megtetted, Uram. Dicsérünk Téged ezzel. Köszönjük, Jézus, hogy amikor Te jöttél, minden megváltozott, Uram. Hálát adunk ezért Neked. Uram, azt mondtad, hogy a raboknak szabadulást hirdetsz, a betegeknek gyógyulást, Uram. A vakoknak, a szemeinek a megnyilását, Uram. Mert minden megváltozott benned, Jézus. Hálát adunk, Uram, Te általad, Jézus. Köszönjük, Uram, hogy legyőzted a bűnt, Uram, hogy eltörölted a bűnt, Uram. Egy új korszak kezdődött Te benned, Jézus. Uram, amikor a Zákeus, Uram, az, aki tolvaj volt, mindenkit, aki tudott becsapni, Uram, az volt a Te üzeneted, Uram, hogy Zákeus, a nevén szólítottad, ami azt jelentette, hogy tiszta, Uram, és hirtelen megértette, Uram, hogy ő egy tiszta ember. Köszönjük Neked, Jézus, Uram, hogy Te magad voltál a világosság, ez az élet, Uram, ez meg világosított minden ember. Uram, dicsérünk Téged ezért, Jézus. Köszönjük, Uram, hogy nem vallás alapító vagy, Uram, hanem minden vallásnak vége lett akkor, amikor megjelent az Istennek a Fia, Uram. Köszönjük Neked, Uram, mert Te bevittél bennünket a Te közösségedbe. Uram, mindenféle cselekedetek nélkül jelent meg, ami igaz voltunk, Uram. Köszönjük Neked, Uram, hogy nem az által, amit mi teszünk, Uram, ahogy igyekszünk, hanem Te általad lettünk mi igaz emberek, Uram. És ahogy halljuk ezt, Uram, ez megmozgatja a szívünket, Uram, hitet nyújt bennünk, és hinni kezdünk benne, abban, amit Te elvégeztél, Jézus. Uram, köszönjük, ez egy csodálatos hír, Uram. A Te evangéliumod valóban evangélium, az valóban jó hír. Uram, hálát adunk Neked ezért. Hálát adunk, hogy ez a hír betölti az egész földet. Köszönjük Neked, Jézus. Köszönjük, hogy a Te világosságot, az bevilágít, Uram, mindenemet. Akármilyen sötétség is van kívül, Uram, Te a világosságot a sötétségben világít. Dicsérünk Téged ezért. És drága Szentlélek, arra kérünk Téged, hogy Te adjál mindjárt a leletezést, világosságot, a bölcsességnek, a kijelentésnek a szellemét, a Te megismerésedbe. Köszönjük, Uram, hogy megnyitottad a tanítványoknak az értelmét, ugyanúgy megnyitottad a miénket, és ahogy Te szóltál, hogy a sötétségből világosság támadjon, így gyújt világosság is a mi szívünkben, Uram, hogy látjuk a Te arcodat, Uram, megértjük, hogy Te Istenek a dicsősége vagy. Uram, hogy Téged nézünk, elváltozunk erre az ábrázatra, Uram. Te veled vagyunk mi önazonosak, Uram. Belőle nyerjük azt, hogy mi kik vagyunk, Jézus, halleluja. Hálát adunk Te Neked ezért, és köszönjük, Uram, hogy egyet lettünk vele. Te bennünk lakozol, Uram. Mi vagyunk a templomai, Jézus. Az Istenek a templomai vagyunk, Uram. És nem gondoljuk, hogy távol lennél tőlünk, Uram, hanem úgy gondoljuk, hogy nagyon közel vagy mindnyájunkhoz, a szívünkben és a szánkban van, az Istennek a szava, Uram, és ezzel a hittel, Uram, a szívünkkel hiszünk erre a megigazult voltunkra. Uram, dicsérünk Téged ezért, köszönjük Neked, Uram, ez mind miattad van, ez a Te ajándékod, ez ingyen van, ez kegyelemből van. Uram, nem tudunk ezért dicsekedni, Uram, de olyan jó érzés, olyan jó, Uram, ilyenek lenni Te miattad. Uram, hálát adunk Te Neked ezért, és Uram, imádkozunk minden barátainkért, bárhol vannak. Uram, hogy Te áldásai csorfitul töltse be őket, Uram, bárhol vannak, Uram, bármilyen gyülekezetben vagy nem gyülekezetben, Uram, mindenhol a Te világosságot hasítsok az emberek szívébe. Köszönjük, Uram, hogy Te azt akarod, hogy boldogok legyünk. Azt akarod, hogy élet pezsegje, Uram, a tagjainkba. Azt akarod, hogy egészségesek legyünk, Uram, hogy jó létben éljünk, Uram. Dicsérünk Téged ezért, Jézus. Köszönjük Neked ezt, Jézus. Köszönjük, hogy mindennel megáldottál benned, bennünket. Uram, mindennel meg vagyunk áldva, mi áldott emberek vagyunk, Jézus. Nem azért, Uram, mert vallásos emberek vagyunk, hanem miattad, Jézus, halleluja. Köszönjük, Uram, hogy áldott emberek vagyunk, áldottak vagyunk, bementünk be, kijöttünk be, Uram, bárhol vagyunk, bármilyen körülmények között, a bár áldott volt a hajótörés közepette is, Uram. Mi is áldottak vagyunk, ha esetleg valami hajók össze is törik, Uram, vagy a kocsik, Uram, vagy az ingatlanok, Uram, dicsérünk Téged ezért, Jézus. Hálákat adunk Neked. Fantasztikusan jó Isten vagy, Uram. Fantasztikusan jó Isten vagy, Uram. Köszönjük Neked, bárhol, bárki segítségül hívja Te nevedet, az megtartani. Uram, dicsérünk Téged. Köszönjük Neked, Uram, hogy Te vagy mindnyájunknak a megtartó, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretsz mindnyájunkat. A Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Jó, akkor most levegyük a kávézó részletbe, és akkor ott folytatjuk. Amen. Mint
Nem tudom, mit vettél fel. Mert? Még mindig megy.